Από χούμο. Οκτώβερ, έμεν. Από χούμο. Οκτώβερ, έμεν. Από χούμο. Ιωνας, οκτώπαιαν. Γερε, τσίπα. Γερε. Αρι, ίγι. Ίσγι. Ízgi. Igen. Ízgi. Csak az Jecsiba a gumicsizma az nagyon meg fogja húzni, és utána lehet, hogy nem jön le, úgyhogy megvárhatnád, amíg felszerelik a bácsik, jó? Nem. Nem várod meg? Nem. Sziasztok, itt vagyunk ismét, folytatjuk az előző videót, hogy megígértük nektek, a Narus még alszik, a Sofi még küldetésen van, úgyhogy nem tudok nektek beszámolni arról, hogy most lett-e csúzdánk, vagy nem lett csúzdánk, de addig is én dolgozom. Elkészültek végre, ahogy mondtam nektek, az új narasz gardrób színek és felpántok, úgyhogy meg is mutatom nektek őket. Most picit átdolgoztuk a tavalyi kollekciót, más típus anyagot választottunk, egy hangyányit vastagabbat, viszont így sokkal jobb tartása van, ezáltal ezeket a rózsákat is itt megnöveltük az elején, úgyhogy látjátok, hogy ilyen hatalmas, szép kis pomponok lettek itt előtte. Most négy szín közül lehet választani, van a krémet, illetve a világos rózsaszint, amit nagyon-nagyon szerettek, azt megtartottuk, és emellé bejött az én személyes kedvencem, ez az Old Rose, illetve egy gyönyörű bass szín, amit mindenhez lehet használni. Azért ezek maradtak meg, mert tényleg talán ezeket szeretitek ti is a legjobban, és akkor így nagy készlettel tudtunk készülni, mindenkit igyekszünk azonnal kiszolgálni. Most ezeket azért pakolom össze egy-két játék társaságában, mert két nap múlva megyünk, és az új kollekció is elkészült, az új tavaszi kollekció a gyerkőcöknek, és befotózzuk rajtuk, úgyhogy ahhoz kellenek a fejpártok, illetve a játékok is. Igyekszem kihasználni az időt, amíg a Narus alszik, meg a Sofi is elment, és akkor ezt előkészítem, hogy holnapra már nem maradjon semmilyen munka, hogyha vasárnapi fotózással fog telni. Halló? Életem, hívtál? Nem, sorry. Benne van az autóban a csúszda? Benne. Buktam 100 forintot, nem hiszem el. Nincs 100 forintot. Mindegy, fogadunk. Nem fog beférni. Ja, igen. Ügyes vagy. Cságő lesz. Ügyes vagy, kicsim. Jó van, akkor várunk. Hallod, ez nagyon durva hosszú út lesz, nem? Mi mennyivel jössz, 30-an? Hát most jelenleg 23-mal megyek. De csak azért, mert a kis utcákból most indultam el, plusz nagyon óvatosan megyek, mert rögzítettük, de azért ez nem érdekes, úgyhogy nem is tudom, hogy nem kéne inkább a nullásedből máshol menni. Ahol nem, akkor a sebességben. Hát de szerintem egyszerűbb, hogyha beállsz a nulláson. A legszebb... Ugye? Mondd, hogy kell valami szilikongélet venni, amivel így fel kell polírozni, de csak rákenjük szivacsal és elkettelő, és akkor jól fog csúszni meg az védi is. Aha, jó, akkor azt veszünk délután. Rend, valami autós boltba lehet szilikongélet kell venni. Jó, hát akkor veszünk délután. Oké. Okay. Jó. Jó van, oké, pupi, akkor óvatosan. Kemény lesz, jó van, puszi. Viszont nulláson gyere, puszi. Már 45-ben vagyok, csó. Pusz. És betette. Ha meglátja, hogy én azt mondtam, hogy nem fogok tudni betenni, nem lesz boldog. De most nézzük meg, most van 4 óra 5 perc, kíváncsi, hogy mikor fog hazaérni. Narus tegnap a szújfehér pulcsimat összekente egy kis kávé a paprikával, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e kiszednem belőle. Mindjárt kiderül, ebből kijött a... Ez veletek is sűrűn előfordul, hogy elfelejtitek megcsomózni, és akkor ennek köszönhetően folyamatosan kijönnek a kötők a lábból. Majd bevarázsoljuk, szerintem este. Itt a pulóver. Hát nem teljesen. Narus. Ha felkelsz, erről elbeszélgetünk. Ezen az ujjamon volt. Innen kijött, de itt azért maradt egy-két folt. Majd ez meg belefér. Hoppá. Na képzeljétek el, a Narusnak is vannak nagyon cuki kis bugyjai, mert ő nappalra teljesen szobatiszta lett.
hogyha Pelus is van rajta valamiért, vagy valahol vagyunk, akkor is szól, és megvárja, amíg WC közelbe kerülünk, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy 2 éves korára szobatiszta lett ez a kis meló. Jövök! Mert képzeld el, anya intézett neked egy meglepetést, és apa autóval elment érte, hogy elhozza, mire felkelsz. Jó? Apa, szerintem hova? Autóval elment. Apa, hova? Autóval. Apa, hova? Autóval elment. Apa, hova? Autóval apa, elment. Apa, hova? Jön az autópályán. Apa. Autópályán. Apa. Apa jön az autópályán. Apa. Apa hívott, hogy hozza a meglepetést. Sejted, mi lehet az? Mi? Mi lehet az? Dehogy múgú. Nem, nem. Ennek nagyon fog szörülni. Legalábbis anya nagyon reméli, hogy nagyon fog szörülni. Anya, ami? Anya, ami? Nem hamit hoz. Nem. Na, neki is örülnél? Anya. A hamit is megesszük mindjárt, jó? Anya kiviszi. Csak nézzük meg, hogy apuci mit hoz nekünk. Mit hozhat vajon? De izgi. Gyere, Csiba. Gyere. Anya, izgi. Izgi? Izgi. Izgi. Igen. Izgi. Izgi. Anya fő. Hm? Anya fő. Fel kell venni a cipőt, anya is felveszi a kabátját, gyere gyorsan! Anya Gucci! Gucci csizma, igen! Egy, kettő, egy, kettő! Anya Gucci! Fú, Narus, ilyen gyorsan régen öltöztünk fel! Azaz! Nincs! Jó, mehetünk! Nyom bele, azaz! Anya cipő! Neki? Hát itt állunk meg, jó? Nem! Mi lehet nála, milyen meglepetés hoz? Babát. Még egy babát? Kéne neked ide még egy baba? Na ne viccelj már velem. Ja, ne viccelj velem. Nem. Baba. Nini babát? Nem hiszem, hogy Nini babát hozza. Nini baba. Nini baba. Ó, oh, füle akar. Aha. Utána figyelj, hogy ne fotolj. Örülsz neki? Apa, rájött, hogy mi ez? Tényleg? Kinek lesz csúszdája? Narusnak! Tudod, honnan tudsz lecsúszni? Onnan, a háztól. Örülsz neki? Apa elszállította, milyen ügyes, látod? Jó, népségben megúsztam, nagyon aggódtam, hogy valami baj lesz. Mennyivel jöttél? Mi volt a max sebesség? Értem, ilyen 80-90-nel körülbelül max, de a jó úton nem volt gond, az ilyen fékezéseknél, meg a gyorsan indulásnál ne csúszkáljon, de szerintem nagyon, nagyon szép színe van. Szép nagyon féltem, hogy milyen lesz, de nagyon szép. Nagyon szép színe van? Aha. Itt van egy kis... Az igen, is lemegy a földbe. Igen. Jó. Igen, ez nagy a gumipók megcsapjon. Gumipók. Narus, hát gondoltad volna? Uh-huh. Lesz egy saját csúszdád? Nem. Nem gondoltad volna, ugye? Baba, nem. Nem babát hozott apa, hanem egy csúszdát. Remélem nem éled meg csalódásként.
Segítesz? Kivesszük? Látod, milyen hosszú? Azt a mekkora csúszdázások lesznek itt. Ezt óvatosan még egy gondolat. Anya. Jó. Meg vagy? Bírod? Uh-huh. Na most bírod? Oké. Okay. Yeah, olyan, mint az ajtó szerintem. Jó. Jó, újra fogok én erak rá. Most jó. Hogy felszerelni, hogy tudod húzni, jó? Mi kell rá? Valami vax, hogy nem kell egy vax, egy ilyen gél vax, ami kezeli utána, és... De kipróbálhatja attól függetlenül? Szerintem igen, csak azt mondta, hogy attól jobban fog csúszni, és az védés attól, hogy ne a mag meg a csúszáson, ne kapjunk ki a színet. Becsücsülsz? Meg hogyha kimarad, akkor tér esetleg a lehet akarni, amikor nem használjuk, hogy a nap ne. Jó. Juhú! Na? Jó? Meg tudsz csúszni benne? De nézd, Csiba, majd feltesszük oda a házikódhoz, jó? Kis patancsokkal, mi? Gumicsizma? Nem. Csak figyelj, Csiba, a gumicsizma az nagyon meg fogja húzni, és utána lehet, hogy nem jön le, úgyhogy megvárhatnád, amíg felszerelik a bácsik, jó? Nem. Nem várod meg? Nem. Ez már a te csúszdád? Aha. Igen? Örülsz neki? Na. Na, örülsz neki? Aha. De jó. Anya. Igen? Na. Itt ezen fogsz csúszdázni? Most nem kell elmennünk akkor a játszóra feltétlenül csúszdázni, nem tudsz itthon is csúszdázni, jó lesz? Nem. Ide hívjuk a barátaidat, és akkor tudnak vele csúszdázni. Jó? Fiúkat. Milát, Maxit, Ninit, Bubut. Zétit. Hol? Ide hívjuk a Vilmost, jó? Mama. Hát otthon vannak most, mert még nem hívtuk őket, hogy jöjjenek itt játszani a kis házban. Jó, hát ez nem olyan nagy dráma. Hívjuk föl őket? Aha. Jó, át fognak jönni. Nem. Nem alszanak, hát szerintem ők is felkelték, a Narus is felkelt. Anya. Erre is emelje. Gyere. Egyet várom. Gyere, vigyük. Szerintem a végét fogja inkább. A végét a Narus fogja. Jó? Mert tedd le, Csibe. Meg vagy kicsi? Anya. Aha, jól gondoltam, hogy tércek minden. Mikor? Fordítsa. Nagyon jó. Befér? Tényleg? Jó, másfél. Jó, mármint, hogy nagyobb tényleg ez? Igen. Mert ugye 52 vagy 10 centi volt megadva. Nem tudom, hogy volt megadva, de egy másfél centivel nagyobbat csináltam így is, mint kéne. De nem baj, visszabontjuk, leszed, legyalul, visszarak, becsavaroz. Hát is. Csak a Fezsi egy mérőszalagot hozzá, hogy mennyivel kell kisebbnek lennie. Jó, akkor leveszünk. Hogy milyen lesz? Hadd nézzem meg. Igen, ezt én is. Ez nagyon magas ez a csúszda. Kicsi magasról jön le. Narus, jó lesz? Tetszik a csúszdát? Tetszik? Csak az még nincs oda rögzítve maszat. Oké? Én nem kicsim. Az lesz, hogy én kitaláltam, akkor megoldottam. Nem, közös találmány. Én így a csúszdának egy pereme, két oldal, de be fogunk rakni egy ilyen fa éket, amit le fognak szúrni, és abba be tudjuk ragasztani a csúszdát, és két oldalt lenne tudjuk fogadni, szóval ahogy a gravitáció is lefelé fogja húzni, az meg fogja tartani, és akkor nem kell szétfúrni a csúszdát belülről. Hogy mert ez már az megoldás. Autóban van, csak mondom. Mert az autóban, akkor én mondjam, hogy gyorsan mielőtt meg elindul vele. Anya is kap? Berakhatod a számba, pupi. Anya.
apa. Uh-huh. Apa ki? Apánk is adunk papírt? Uh-huh. Jó. Kérlek, apa nem. Most nem van. Apa? Bácsi, nem hiszem, hogy kérő, most szerel, de aranyos vagy. Bácsi, most szerelő, most nem kérdezni. Most nem kérdezni, jó szívű vagy. Szeretnek mindenkit meg kell kínálni, ugye? Aha, aztán nem. Bácsi se kér szerintem most. Narus, egyem. Anya, apa? Apa, ha kijön, akkor megkérdezzük, hogy kére, jó? Jó, kibe? Apa, ki? Apa? Kérsz elfonyát? Persze, hogy kérek. Kér. Nem jött el, nem is tudsz elvét. Köszönöm szépen, kincsem. Jöjjek le. Kérek, hogy össze vagy alattam az asztal. Kinek a házikója? Anya. Az enyém? Anyát ide fogjuk kirakni? Nem. Nem? Na, ja. Na, Rüsi? Uh-huh. Itt fogtok játszani, meg csúszdázni uh-huh. kis barátaiddal? Uh-huh. De jó lesz. Anya. Igen? Maximi. Tessék? Maximila? De. Meg elhívjuk őket, hogy jöjjenek csúszdázni? Uh-huh. Oké. Okay. Maxi hol van? Maxi otthon van uh-huh. szerintem. Anya? Nem alszik már, biztos ők is felkeltek. De jó. Mi jó? Anya, nem. Az jó? Nem. De. Nem? Nem. De. Nem. Narusnak van ott a lépcsője. Itt fogsz felmenni? Nem, nem. Nem ott a lépcsőn, itt a lépcsőn, Csibe, nézd. Ott, amit a bácsik raknak. Persze. Persze, vigyem a kutyát. Nem hiszem, akkor nem látok semmit. Odaadom neked most itt. Na. Na gyere Csibe, vágjuk le a pampafüvet, a Juli néni adott tollót, jó? Nem, de olyan. Gyere. Na megnézem a házadat, azért megyek be. Na. Milyen magasan vágjam, tőle egy szényét. Vagy még lejjebb. Még lejjebb? Igen. Szólj, ha kész vagy majd, akkor holnap délután jövök, jó? Jobban nyomd el, így. Elmegyünk pont a füvet vágni. Felszőttem! Én másfél óra. Majd elfordulom az asztalba. Ott jön a csöpi? Aha. Juli néni megnézi a házikódat. Aha. Jó, megmutatod neki? Mi a jó néni? Én megfordulom. Na megnézem a házat, jó? Na mutasd meg akkor Juli nének a házikódat. Valamit tegyünk bele. Ha másnap a kutyát bezárjuk. Rózsaszínű ajtó. Na, ki fog itt aludni? Ki fog? Na, ki fog itt aludni? Anya. Én? Nem. Kinek a házikóhelyet? Majd oda fogom írni, hogy Nara. Narácska.
Hát valahova kell, mert hát ha csengetek. Persze. Onnan lentről. Na, hova? Attól félek, hogy megugrik, aztán szaladhatunk két hétig utána. Mert ez olyan gyors lábú. Várjál, fogom. Köszönöm, hogy is kötöztem. Hol tanultad ezt a kutat? És most? Megfogjam az acskot? Jó, nem úgy kifolyjon, hát mindenki egy cserre megy. Ezt a pasztát! Hát nagyon nagy kire! Hát örömmel! Pucsálom! Szerosza? Itt a korlát, itt tudsz kukucskálni, pont kilátsz! Mit szólsz? És hol lesz itt a kanapén, meg az ágy? Jó házikod? Igen? Jó? A kébe! Szia! Na. Szia! Hát most aztán... Na jó, van, a család most már bent van, úgyhogy ennyi van a nagyház, őket ide kiköltöztettük. Jó, csak viccelek, most már a nap is lement. Látjátok, hogy még itt van munka, életem? Tehát csak ide kipattant, de csúsz, de ide fog kerülni, igen. Jó, csak a kis szögeket ne borítsuk ki. Most elköszönünk tőletek, de a következő részben azt találtuk ki, hogy akkor veletek együtt berendezzük, mert vannak még apró ötleteink, hogy mivel fogjuk feldobni, és megmutatjuk, hogy belülről is milyen. Köszönjük, hogy itt voltatok most is velünk, és iratkozzatok fel, hogy még nem tettétek, lájkoljátok a videót, hogy tetszett. Sziasztok!